Valószínűleg fűtés nélkül maradhatott volna karácsonykor 4 lakás egy zuglói társasházban, ha stábunk nem kezd el érdeklődni a helyszínen és a felelősöknél. Az egyik lakó telefonon arra panaszkodott híradónknak, hogy szivárgás miatt kikapcsolták a gázt, de a szolgáltató csak januárban hajlandó intézkedni. Attól félnek, hogy az ünnepekre fűtés és villany nélkül maradnak. Mint egy karácsonyi üdvözlőlap, úgy néz ki a tájékoztatás ennek a zuglói társasháznak a bejáratán. Csak hogy a jó kívánság helyett az áll rajta, hogy 4 lakás tulajdonosai idén már búcsút mondhatnak a fűtésnek és a melegvíznek, hiszen a gázt szivárgás miatt kikapcsolták. Mi tegnap előtt este hazajöttünk 5 óra körül, és akkor nagyon komoly gázszag volt. Én nem vagyok jó szagládó, de éreztem én is, hogy erős gázszag van. A gázművek, ahogy a bejáratra is kiírták, leghamarabb január közepére ígért megoldást. Kijöttek, lezárták a... mert hogy eltört egy cső, és utána mondták, hogy már nem dolgoznak ebbe az évbe. Majd január 20-án, aztán a felháborodás, odáig jutottunk, hogy 6-a lett a... hogy majd jönnek és megcsinálják, ne, tehát ez sem állapot, amikor karácsony, új év közeledik, vendégség, főzés, se fürdeni, se főzni, se semmit nem tudunk. Az egyik lakásban most 17 fokot mutat a hőmérő. A tulajdonos azt mondja, még szerencse, hogy enyhe a tél. Ezen a villanyrezson főzök most, melegítek, hát tegnap olyan 3-4 óra volt, míg felmelegedett. Ott jártunkon mégis szerelők jelentek meg a társasháznál. A gázszolgáltató nem, de a kivitelező cég végül nyilatkozott híradónknak. Mi a szolgáltatónál megrendeltük a mérőórák leszerelését, amit a holnapi napra igazoltak vissza, de az idő rövidsége miatt azt kérde tőlünk a szolgáltató, hogyha lehetséges, a munkálatokat a holnapi napon már fejezzük is be, de egy műszaki biztonsági felülvizsgáló kollégát kiküldenek, és amennyiben tömörnek minősíti a vezetékhálózatot, abban a pillanatban a gázszolgáltató szakemberei a helyszínre érkeznek, a mérőórákat felszerelítve a pincébe visszaadják a gázszolgáltatást. A jó hírekről a lakók jóformán stábunktól értesültek. Nem tudom minek a hatására, hogy mindenhova telefonáltunk, szóltunk, közös képviselővel kommunikáltunk, hogy most azt mondták, hogy jönnek és megcsinálják. A műszaki igazgató egyébként úgy fogalmazott, régebben előfordult, hogy az ünnepek miatt hasonló esetben nem reagált a gázszolgáltató, de most, ellentétben a bejáratra függesztett tájékoztatóval, még a héten elvégzik a szükséges ellenőrzéseket.